Van egy ötletünk, érdekel? 30 nap egy amerikai lakóbuszban, összezárva, folyamatosan az úton. Ha tetszik, akkor egy lépéssel te is közelebb juttathatsz minket hozzá. Ehhez nem is kell több, mint hogy 50 centtel beszállj a buliba, és cserébe megígérjük neked, hogy a nevedet visszük magunkkal a busz oldalán. Le a luxus apartmanokkal és a csücsöri szállodai szobákkal. Sziasztok! Megint egy csíkzón. Letámasztom ezt a vasdarabot ide. Megint egy csíkzón jött el, amikor hát nem fogtok nagyon épp autót látni, maximum az elején. Ugyanis eljött az idő, szeptember közepe van, és szét kell szedni az Alfát. Szét kell szedni az Alfát, mert Horog Árpi barátom várja, hogy szétszedje. És hát, mint itt a kezemben levő tárgyon látjátok, egy bizonyos szintig már el is jutottunk, legalább az értékes, fényes dolgokat, mint a szarkák lementettük róla. Ez most megy majd Everling Rudi bácsihoz, mert ezen több horpadás is van, ezen a lökhárítón itt alul is, meg itt elől is. És hát még mielőtt a... és egész jó, hogy elkezdett esni az eső, de minden most már elmondom. Még mielőtt az Árpihoz elmenne az autó, két karosszériás barátom is meg akarta nézni, de úgy, hogy ne legyen benne belül semmiféle kárpit, meg szőnyeg, meg egyéb. Ezért én nekiálltam egy vasárnap, és szétszedtem az autót, és megmutogattam nekik. Az egyiknek telefonon át, a másikuk meg személyesen is átjött, és megnézte. Most jött el a pillanat, amikor... Az aranyost. Azt el szeretném kezdeni. Látjátok ott a háttérben? Szerintem kamaszkorom óta nem néztem ilyen szeretettel senkire. Bocsánat, nézést. Nem szabad, itt mindenki megsértődik, hogyha ezt nagyon ragozni kezdem. Szóval az lesz, hogy két hét múlva, már nem is egészen két hét múlva, ez az autó, a Nózi, elmegy a Horog Árpihoz, és hát ott most se csukódik az ajtaja, pedig bevágtam, mint az állat, de mindegy. Szóval elmegy a Horog Árpihoz, hogy elkezdje szétszedni. Van egy apró probléma, viszont nem egy apró, egy nagyon nagy probléma. Méghozzá az, ja, ezeket a szavazatokat kapta a maga kis rogyant állapotában a Dunaújvárosi július, azt hiszem, 9-i Alfa City találkozón. Ennyien szerették, látod, a legszebb oldtimer, a legszebb Alfa Romeo, és kaptam a legszebb tuning Alfa címet is. Mondjuk ezen, ami tuning, az nem sok, mert még a kerék is egy korhű GTA széria, de nem baj. Ennek mind örülök, köszönöm szépen, akik adtátok, nagyon jól esett. Na mindegy, szóval az autóról ugye tudjuk, hogy nem tökéletes, műszakilag egész jó, tehát tényleg így beleültem, és minden alkalommal, amikor beleülök, meglepődök rajta, hogy a kardán remegés, amiről ennél tudom, hogy mitől van, meg is van az alkatrész, a kardán remegés leszámítva, ez egy frenetikusan jó kocsi, van futóműve, fékje, motorja, váltója, minden jól működik, elektromosság jól működik benne, két műszert leszámítva. Igazából úgy, ahogy van, elkezdhetném használni, nem érzem, hogy bármiféle nagy kínlódás lenne vele, egy kicsit lehet, hogy a karbikon kéne hangolni. Viszont azt tudjuk, és akik kint voltatok az AMTS standon, már mutattam nektek, hogy itt alul elkezdett már rügyezni, és az, hogyha itt rügyezik, azt jelenti, hogy benn is rügyezik, ráadásul ez egy olyan küszöbrendszer, hogy három lemezből állt, az van egy középső küszöbje is, itt valószínűleg minden el van rohadva belül. Igen, így néz ki egy elrohadt autó. Ti, amikor azt hiszitek, hogy el van rohadva egy autó, akkor már nincs. Ez még csak rohadva van. Az ajtónak az eleje is, alul is rozsdás, tök mindegy, vastag a git rajta. Itt így hámlik egy csomó helyen, látod, nem talál fókuszt ez a szar. Találj fókuszt, tessék, hámlik. A tetején szerintem ez a gyári fényezés úgy megöregedve, hogy egészen csodálatos ránézni, szóval ilyen furcsa
átmenetek vannak rajta, mattból fényesbe, foltos, fehér, néhol piros, fölhólyagozódott, nagyon jó pofa az egész. És hát ugye rakás egyéb dolog a belsejében is, egy csomó minden kicsit szar, a műszerfalon vannak apróbb hiányosságok, hál' Istennek ez még egy egyszerű műszerfal, tehát ezt egy egyszerű, hát hogyha találok majd ilyen színű kék műbőrt, akkor ilyen sötét kék műbőrrel meg lehet csinálni az alsó részét, különben szép állapotban van a teteje és minden egyéb, picit kell foglalkozni vele. Az ülésen van egy apró szakadás, amit lehet, hogy meghagyok, csak alulról lesz egy kicsit kikezelve, mert különben tökéletes a műbőr mindenütt, tehát nem akarok nagyon hozzányúlni. A kalaptartóról eltüntetem a két ronda oda nem illő hangszórót, de most ez a probléma, és hogy beavassalak titeket a veterános mindennapokba, az a probléma, hogy tele vagyok karosszériás ismerőssel, és még sincs karosszériás ismerős. Ezek most borzasztó érzékeny dolgok, amiket elmondok ilyenkor, és nem tudom, hogy nagyon nehéz ez diplomatikusan kezelni, és én mindig próbálok diplomatikus és kultúrát lenni, tehát nem szeretek megbántani embereket, tényleg. Azt megszoktam, hogy tesztelő vagyok, és autókról rosszakat írok, hogyha rosszak. Azok tárgyak, azok cégek, azoknak el kell viselniük. Olyan, mint a közszereplő, meg a nem közszereplő, hogyha a közszereplőt lefotózzák rövidgatyában, hogy olyanokkal kávézik, akikkel nem kéne, akkor ő nem pereskedhet. Hogyha egy magánembert lefotóznak így, ő pereskedhet. Ha én egy céget, egy cégnek a termékéről leírom, hogy szar, akkor az szar, az az én véleményem, újságíró vagyok, bár ez egyre kevésbé megy mostanában a magyar médiában, mert nagyon sok ember fölül arra a lóra, hogy bizonyos márkákat tol, én még mindig nem, én ezt nem tudom megszokni, tehát én nem fog tolni semmiféle márkát. Ami a probléma az az, hogy magánembert megbántani nem jó. De hogy kezdjem el? Szóval ugye mindannyian azt mondjátok, hogy miért nem viszem a Robi barátomhoz. Robi barátomnál lassan 2 éve ott van a Yamaha SR500-as motorom, mindenféle előlegekkel, egyebekkel, és hát hogy mondjam, a haladás nem szélsebes. Úgy is lehet mondani, hogy geológiai években mérhető. Én abból kiindulva, hogy a Yamahát csinálja, meg abból, ahogy egy-két más dolgot csinál, azt mondom, hogy ha ezt az autót elviszem hozzá, akkor olyan 2040 körül kapom vissza készen. Gyönyörű lesz, mert a Robi nagyon jó munkát végez. A Robi borzasztóan tisztességes, anyagilag rendkívül korrekt, tényleg egy csodálatos, tiszta mesterember, de semmiféle fogalma nincs az időről, és én meg 55 éves vagyok, mindjárt 56. Ezt az autót szeretném olyan 57-58 éves koromban vezetni. Tudom, hogy óriási optimizmus, akkor is szeretném, mert műszakilag jó, ezen csak karosszériázás van. Ez, hogyha én egy Link Troger lennék, akkor egy kis foltozással ott alul, meg egy ködös ráfényezéssel átmenne az OT-n. Egy-két apróságot ki kéne cserélni rajta, és OT-képes lenne. Tényleg. De nem vagyok ilyen. Én ebből értéket szeretnék az utódaimnak, értéket szeretnék a világnak. Szeretném, hogyha ez a jó állapotban megmaradt, nagyon sokáig egy kézben tartott autó, tényleg nagyon szépen megúszná az évszázadok vagy évtizedek, nem tudom mennyit fog élni, de én amennyit lehet, annyit nem rontok rajta. Tehát, én ugye Robihoz most nem fogom elvinni az autót, ezt eldöntöttem, mert egyszerűen annyi idő nincs a világon. Emiatt volt úgy, hogy a Lincihez viszem. A Linci, aki egy szuper korrekt és szuper tehetséges és szuper jó organizatőr, ő most kap éppen agyvérzést attól, hogy a svájci karosszériás, aki jön haza, a csoda karosszériás, egyszerűen nem elérhető. Szeptember 1-én munkába kellett volna állnia, most szeptember 3-a van, semmi hír az emberről, én másfél hete próbálom hívogatni, a SMS-t se lehet neki küldeni, mert úgy ki van kapcsolva a telefonja, hogy néma. Tehát, hogy még vissza se jel ez a telefon, hogy muszáj lenne beszélnem vele, hogy milyen alkatrészeket szerezzek be Imolába. Ugye ma szombat van, csütörtökön indulunk Imolába,
pénteken kint leszek az Imolai bőrzén, nekem addigra egy listával kéne mennem, hogy vegyek-e külső küszöböt, középső küszöböt, belső küszöböt, vegyek-e sárvédőívet, mire figyeljek oda az utángyártottnál, milyen díszlécek kellenek majd neki, milyen kilincs kell neki, milyen izé, milyen... A karosszériással muszáj beszélni, hogy mit kér, és Imola meg csak egy van egy évben. Oké, meg lehet venni az Alphaholics-tól, meg a Classic Alphától, meg a mindenhonnan, meg az OKP-től, csak Imolában egyrészt olcsóbb, másrészt ott van kéznél, meg tudom tapogatni, tehát mérhetetlenül nagyon fontos lenne, hogy én Imolában szerezzem be azt, amit lehet hozzá. És nem tudok beszélni a karosszériással. Majd meg hülyülök, érted? Hívogatom, minden, semmi válasz. A Linci is agyvérzést kap szerencsétlen, mert ő meg bejelentette munkára az embert, és az ember nem jelent meg. Tudjátok, ez az autó, hogyha elkészül, akkor ez egy viszonylag értékes dolog. Hogyha ezt egy olyan ember csinálja, akinél a leghalványabb gyanú felmerül, hogy félúton, amikor szét van vagdalva az autó, abba hagyja, elpárolog, elveszti a kedvét, tempót vált, bármi, akkor ezt nem viszem oda, mert túl nagy rizikó. Én nagyon pici ember vagyok, nekem ennyi pénzem soha nem volt az életben, mint amennyi ebben az autóban van, és pláne nem amennyi lesz. Tehát nekem ez a falat, ez egy nagyon aggályos falat. Nem merem lenyelni egy könnyen, mert félek, hogy megakad a torkomon. Eldöntöttem. Nem viszem olyan helyre, ahol egy ennyire link emberre lenne bízva, bármilyen mester is az. Nem merem. Emberileg nem merem, mert én kockáztatok. Tudom, hogy nyűszitek, tudom, hogy egy gyáva fasz vagyok, nektek, hogyha majd lesz egy ilyen autótok, elvihetitek akárhova a sarki fűszereshez meglakatolni, én nem merem megtenni. Oké, ott a Hamza Csaba. Hamza Csabának egy rohadt jó karosszériás cége van. Tényleg, káprázatos. Úgy vezeti azt a céget, le a kalappal. Szeretnek az emberek ott dolgozni. Jó fizetések vannak. Mégsem halálosak az árak innen felől, egy jól szervezett, jól működő, modern céget épített a Csaba. De ő 90-es évekbeli autókat lakatol, meg 80-as évekbelieket, hogyha nagyon kell, de azt is inkább Mercedes, mert azokra állt rá, azokat ismeri jól. Ez neki egy teljesen ismeretlen szerkezet. A restaurátorról kaptam 3 referencia munkát egy autóról, amit csinált, az alapján nem fogom hozzávinni ezt az autót. Egy 124-es Fiat Spiderről volt szó, amit restaurált, ez az autó 2-szer annyit ér. Ennek egy 124 Spidernél sokkal tökéletesebbnek kell lenni, ráadásul a 124 Spiderben egy csomó zsiguli megoldás van. Ez egy teljesen más szerkezetű dolog, semmi köze nem volt az Alfa Romeo-nak és a zsigulinak és a Fiatnak egymáshoz, akkor, amikor ez készült. Teljesen más logikával készül minden bennük. Tök más autók, annyira más autó, mint tudom is én, egy Volvo meg egy Chrysler, érted? Vagy még lehet, hogy még annál is messzebb vannak. Imádom a Csabát, és ő a menekülő pályám, mert ő benne megbízom, hogy nála elkészül, és a többi. Rajta számon lehet kérni, ő egy értelmes ember, ő ismeri az órát, percet, naptárat, mindent ismer, sok autó készült már nála, mindig elégedett volt, amikor távoztam. Amikor barátaimnak volt bármilyen reklamáció, és ugye Csaba zsebből fizetett, vagy azonnal kártanított, vagy azonnal újra csinálta. Tehát ő tényleg egy szuper korrekt valaki. De mivel korrekt, ő is azt mondta, hogy hát igen, ő se tudja, hogy az ő karosszériása az egy ilyennel mit kezd. Hőgyész, nincs is helyük rá, de ha lenne, akkor is ott azért, ott meg ez az olcsó zsiguli szintű veterán, mert ott azért nem ez a mérce, ott ahol 507-es BMW-k, meg Adenauer, Merci Cabriók, meg Porsche 911-esek készülnek, ott azért ez egy túlságosan olcsó kicsi projekt, az én zsebemnek az kicsit drága lenne. A tátrások ugye, Bátony terenyén, Revicki Robi, ők biztos, hogy csodásan megcsinálják, vagyis a Robi, csodásan. Csak ott a múltkor így tapogatóztam, hát olyan 2024 a dátum, amikorra oda lehetne vinni. És akkor eszembe jutott Kubinyi Gabi, aki a puhomat elvállalta annak idején, tudja, a most már zöld Steyr puhomat, ami ott van bent a garázsban, amiről szintén van itt fönn adás a Speedzone-on, és szoktam szerelgetni, már építem lassanként az első futóművét. Ez a 20 éve magam előtt görgetett projekt,
ami most már ki van lakatolva. Ezt az autót a Kubinyi Gabi vállalt el, és én a Kacsó Robit onnan ismerem, hogy a Kacsó Robi végezte el ennek az autónak 90%-át 2003 és 2008 között. Akkor lakatolódott ki, nagyon szépen, és hát ugye nem ő miattuk nem készül el az autó egy ideje, hanem mert nincs bele motor, meg én nekem sincs időm összepakolni, meg egyebek. Na szóval, Kubi, aki a Puchomat vállalta, menedzselte, csinálta is részben, Kubinyi Gabi azóta 7 ilyen Alfa Bertónén van túl. 7 darabon, az egyik azok közül volt ilyen lépcsősorú is, mint ez, tehát a régi fajta. Pontosan tudja, hogy mik a különbség a régi fajta és az újabb, fajta között, mert más megoldások vannak bennük. És csinált ilyenből GTC-t is. Az a ilyen autó, aminek nincs teteje. Nem a Spider, hanem ez az autó, csak le van vágva a teteje, borzasztó ritka, borzasztó értékes, nagyon nagy megelégedéssel csinált ilyen autót. Hát figyeljetek, én a Kubinyit nem mertem megkérni, mert egyrészt ő egy nagyon elfoglalt ember. Másrészt nagyon komolyan el van úszva ő is. Harmadrészt pedig, ugye a Robi keresett meg, hogy csináljak, vagy hogy szerezzek neki autókat csinálni, stb. A Robi a barátom, a Robi mindig rendes volt velem. Szuper korrekt, szuper lelkes, szuper precíz. Én nem akarok vele kibaltázni, hogy a volt főnökével csináltatom az autót. De hát a Robi... És most itt kitárok mindent a világ elé. A Robinál olyan lassan készülnek a dolgok, hogy hozzá definitíve nem merem odavinni ezt az autót. A Linci karosszériásához definitíve már nem merem odavinni az autót, mert elfogyott a patron. A bizalom rögtön az elején nem teremtődött meg, amikor föl se veszik a telefont, amikor egyszer beszéltem az emberrel, mondta, hogy következő hétvégén hívjam föl, és én betartottam. Én mindent betartok, amit kérnek tőlem. Mindig ott vagyok az ígéreteimnél. Amikor az embert elkezdtem hívogatni következő héten, onnantól fogva ki volt kapcsolva a telefonja. Nem. Bocsánat, de ezt én nem tudom fölvállalni. Próbáljam ki a Hamza Csabinak a friss emberét. És ha nem sikerül, rosszul áll a küszöb ezen, akkor ez az autó ez 60 ezer helyett 30 ezer eurót ér, hogyha egyáltalán megveszik. Mert gyanús, mert Balkánról jött, biztos tákolt, biztos tele van kittel, oda sem mennek hozzá, hogyha így messziről már nem áll jól. Tehát nem próbálkozunk ezzel az autóval. Nincs más ötletem, csak az, hogy a Kubinyi Gabihoz vigyem, aki talán tud nekem időt szorítani, és most jutok el oda, és nagyon innen látom, hogy 16 perc, 30 másodperce beszélek, de ez egy nagyon-nagyon komplikált lélektani dolog. Most jutottam el oda, hogy akkor megkérdeztem, hogy mit csináljak, és mondta, hogy szedjem ki a szőnyeget, üléset, stb. Üléseket, szedjek ki mindent a csomagtartóból, bekapcsolom mindjárt a videómat, és elmondom neki, hogy mit látok. Miután kiszedtem belőle a belének a nagy részét, körbe fogom járni kamerával a kezemben az autót, ő pedig Kecskemétről, ha lesz ideje, fölveszi, és megnézi, és mond rá valamit, hogy szerinte mit érdemes csinálni vele, és talán egy nagyon hozzávetőleges árat is mond, hogy mennyiből és mennyi idő alatt. Hát ezek ugye mindig képlékenyek. A műsor támogatója a BHP Gumi, a zöld gumi webáruház. Nos, eléggé szétbombáztam most már az autót. Kicsit odébb is viszem itt a fölösleget. Ez már nem kell nekünk. Ebben a kontextusban. Szétszedtem az ajtót, és hát az ajtóban olyan nagy drámákat nem találtam, itt ezt mutattam egy külön videón, hogy itt egy tipli volt benne, mert ez már túl nagy ez a luk. Így belenéztünk oda az aljába, de luk legalábbis olyan drámai problémákat nem látunk, inkább csak koszt, meg randaságot. Főleg ilyen valami vastagon fölhordtak rá valami szigetelést. Az ablakemelőnek a gumia az beakad egy kicsit. Ez a kilincs, ez ugye notóriusan szar mindegyikben. Igen, ez is itt lötyög. Aha, ezt lehet, hogy csak meg kéne húzni, és akkor már is jobban működne. Látod? Végülis nincs ilyen nagy dráma semmi. Az ablak sín, annak tényleg így kell kinéznie?
Tényleg, nézd meg, ilyen ferdén megy le. Nézd meg, ilyen ferdén megy le benne az ablak. Hát, az alja az ilyen ferde. Ezt én el is felejtettem, mint hogyha másikban ezt nem néztem volna. Na, és akkor rátérve az autó. Hát a küszöböt még mindig nem tudom megnézni. De ez mondjuk elég jó. Így. Ennyi látszik belőle. És ez nem tűnik. Ez fém. Elég vastag fém. A padló az elég jó állapotban van, ha megnézed. Mindent leragasztottak benne. Ott, mintha lenne egy kis ilyen... Nem is tudom, mi ez. Hát a franc tudja. De, hogyha megnézed, akkor a ragacsokat leszámítva, nagy drámák nincsenek. Kardán alagútnál se látunk semmi különöset. Pedáloknál sincs szétrohadva. Itt van megint egy rohadás rajta ebben a sarokban, látod? Az nem szép ez. Ez biztos, hogy orvoslás után kiállt. Mert ez itt valami. De tovább menve, itt se vészes. Küszöbről nem bírom letépni a szőnyeget, az egy probléma. Képtelen vagyok, már megszakadtam félig. Ide is benéztem már, ami ugye a legrohadtabb része az autónak, de hát itt nem tudok. Várjál, próbálok neked villanyt kapcsolni. De itt van egy ilyen tartólemez, ami nem enged minket lejjebb nézni, látod? És ez itt jónak néz ki, itt semmi. Ez, hogy lássad, ez a bal hátsó küszöb vég. Még egyszer megmutatom, hogy itt nézünk be ezen a lukon, és itt nem látunk ilyen nagy drámákat. Ott se láttunk nagy drámát. Mindenhol ilyen viszonylag kultúra van. Aztán persze a fene tudja, hogy mi lesz. Kiszedtem a hátsó ülést is. A hátsó ülés helyén itt lemeznek tűnik minden. Lemez. És akkor mindjárt megyünk át a másik oldalhoz. És akkor ott is elkezdem a vizsgálódást, hogy mi a fene lehet. Eddig nem annyira aggasztó az egész. Tehát eddig úgy néz ki, mint a két foltot föl kéne tenni, meg az ajtó. Ja, hát az ajtó alja is szar. De hát azt tudtuk, hogy itt azért van rajta korrózió. Nem halálos, látod, fémből van, de azért itt is van korrózió. Nem vészes, tehát ez egy ilyen 10 éves autónak megfelelő állapot, még az se. 10 éves korukra ezek jobban rohadtak. És akkor így van az, amikor az ember szétszedi az autóját fél nap melóval, és nem sok marad belőle. Itt a belső tere, műszerfal még van benne, de már ülések sehol, kárpit minimálisan, szőnyegek sehol, hangszigetelések sehol, ajtókárpit sehol. Ez az ajtó, ez effektíve tökéletes. Ezt már néztük, ennek még az alsó sarka is jó innen. Itt ez az egész padló, ez effektíve hibátlan. Itt ragasztókat látsz, hogyha bármi arra hozzá nem értők, rögtön elkezdik, úgy biztos van valami, igen, ez egy súly, amit rátesznek egy ilyen, valamilyen ólom vagy egyéb paplan, amit rá szoktak tenni, hogy a bubogását a lemeznek megakadályozzák, de még ott a sarkokon sincs rohadás. Sehol karosszéria tömítő van benne, de igazából tök szép, így benézel az üregekbe, ott sincs semmi hátrafelé a doblemezeknél, csak az üregvédőt látod, tehát ezért. A túloldalon ott már cseréltek padlót, és szarul, mert ott a sarka az ott, látod is, hogy elkezdett rohadni, illetve itt a hoztartónál, ezt már én hajtogattam föl, itt is elindul, de az is ott lemez, és a hoztartó belül abba belenéztem, és az még mindig jó. Különben itt is a padlólemez tök jól érzi magát. Szerintem ez teljesen piszkálatlan ez az autó. A bal első sarkát és a bal hátulját, amit a bal bioszlopot lakatolgatták. Itt a pótkeréköből, ami mindig szétszokott benne rohadni. Hát a pótkeréköből az szintén újszerű.
doblemezek, doblemez alsó sarka, doblemez alsó sarok, oldalsó találkozás, hátfal töve, hát az, ahol el szokott indulni, el szokott rohadni, még a tank pereme is el szokott rohadni, de hát ennek semmi baj ennek a tanknak, és csak föl sincs hólyagosodva. Tehát ez itt nagyon egészséges, ez az autó. És akkor ugye ez a padló, ez az, amiről beszélünk, hogy ott van neki egy kis rozsdája, ezt látszik, hogy ezt cserélték, látod, ez szürke, tehát azt a sarkot azt valahol foltozták, és rosszul. Ennek az ajtónak az alja itt eléggé fisi-fosi, ha találna fókuszt, akkor még jobban látszana, nem talál fókuszt. Tehát ott látod, hogy ott azért már elindultak dolgok, mert ezt majd javítani kell. És akkor van még ez a küszöb, itt alulról ez rohad, de ez is, hogyha megnézed, akkor innen belülről nézve, ott belül, hát nincs sok fény, de ez teljesen épp. Tehát, hogy ez nincs porrá rohadva, csak itt sincs semmiféle gyanús ezen a sarkon, csak hát azért ízé, kell vele foglalkozni. Hát randán csukódik, mert a zsanér a szar. Ja, hát tehát Nózika elindult a leépülés útján, és akkor mi meglátjuk, hogy mit szól hozzá a karosszériás, a Kubinyi az már látta. Még azért a Hamza Csabit is fölhívom, mert azóta talált újabb referenciákat, hát az ő embere szívesebben. Bár a Kubinyi is elvállalja szívesen, mert csinált ilyet, csak tele van. Nem tudom, melyikük tudja könnyebben elvállalni. Egyiket se akarom nagyon, nagyon nagy szívesség hozására kérni, mert mind a két embert nagyon szeretem. Ez a pillanat is eljött. Szeptember 13-a van. Kedd. Bocsánat, átnyúlok a telefonon. És most elviszem az Alfát Horog Árpihoz szétszedni. Kicsit szorul a szívem, mert most látom talán utoljára egyben, most fogok talán utoljára menni vele egy jó darabon át, és minden egyes ilyen veterános restaurálás, amikor így elkezdődik, azután nagy kalamajkába torkollik. Bár ne lenne igazam, bár simán menne minden, Horog Árpin nem fog múlni. Aztán a többi, hogy lesz-e hozzá alkatrész, hogy elakad-e a lakatolás, hogy kiderül valami horror, hogy bármi történik a forgalomba állításnál, az akármi, azt nem tudom, mert ez ilyenkor mindig a szorulós gyomor esete. De nem baj, én már ugye a múltkor eléggé kibeleztem, tehát sok minden itt már nincs benne, kis műszerfal, némi tetőkárpit, azt csókolom, aztán hát adjő. Oké, ezzel meg is jött az autó a rendeltetésre, 2 hétig itt fog lakni, és hát a végén egy ilyen roncs lesz. Egy ilyen üres roncs, igaz, Árpi? Minden bizonnyal. Árpi szedi szét, mert ő elég precíz, aki, tehát mindegy, szóval ő már látott ilyen dolgot, és jobb az ilyen dolgot valakire bízni, aki görbítés nélkül szét tud bízni egy autót, nem úgy, mint én, aki szétszaggatja. Nehéz szívvel, de búcsúzunk az Alfától. Árpi már elkezdte szétszedni a kocsit, itt a lökhárítója, és megyünk tovább, mert egy lökhárítóból nem lesz egy könnyen autó. Így a szakadó esőben búcsúzom, sziasztok, iratkozzatok fel a Speedzone-ra, olvassátok el az olvastárban is, amit írok erről, és legközelebb majd beszélünk róla többet is, mert én már többet is tudok. Csá!